Virágcsokorral, tárgyi jutalommal és kollégák előtti elismeréssel köszönték meg munkájukat azoknak a közszolgálati tisztviselőknek, akik kimagasló munkát végeztek területükön az elmúlt egy évben. Mai napon a köztisztviselőket és a kormánytisztviselőket ünnepeljük, és köszönetet mondunk a munkájukért, azért, hogy Magyarország működik és jól működik, azért, mert Magyarország egy erős ország, nagyon sok munkája van ebben mindenkinek, aki az állam szolgálatára, a közszolgálatára, az a szolgálatára szegődött, és azt gondolom, hogy meg kell keresni és meg kell találni az alkalmakat, amikor erre ilyen formában is köszönetet tudunk mondani. Úgy gondolom, hogy egy nagyon kemény időszak áll a teljes kormánytisztviselő, köztisztviselői garnitúra mögött, de egy becsülettel megharcolt időszak. 1997 óta július 1-e a közszolgálati tisztviselők napja. Ezen a napon kifejezik a hivatali apparátus munkája iránti megbecsülést és tiszteletet. Körülbelül 20 éves múltra tekint vissza ez a nap, amikor a köztisztviselőkre, kormánytisztviselőkre, önkormányzati tisztviselőkre emlékezünk, az ő munkájukat becsüljük meg, tiszteljük meg ezzel a nappal, és hát különösképpen indokolt ez most ebben az évben, hiszen a járványhelyzet nem csak az egészségügyi dolgozókra, a katasztrófa védelemre, hanem a kormánytisztviselőkre, önkormányzati tisztviselőkre is komoly feladatot és munkát rót és becsülettel helytáltak. 12 önkormányzati, illetve kormánytisztviselőnek a jutalmazása, díjazására kerül most sor. Ez különösen azért örvendetes, mert a köztisztviselői kar adományozza ezeket a díjakat, javaslatokra, a megyei önkormányzat is tett javaslatot a díjra. Meggyőződésem szerint ez egy olyan ünnepség, egy olyan felemelő alkalom, amely a kormányzati tisztviselőkre, önkormányzati tisztviselőkre irányítja a nagyobb közönségnek is a figyelmét, és remélhetőleg az ügyfélforgalomban is és minden más ügyben is pozitívan hat a két fél kapcsolatára. A rendezvényen az ünnepélyes hangulatról a Mandala Dalszínház színészei gondoskodtak.